Szabolcsal édesanyja szerettette meg az úszást, ugyanis már 2 hónapos kora óta folyamatosan vitte a foglalkozásokra, azóta intenzíven úszik a fiatal, és egyre feljebb lépdel azon a bizonyos langrétrán. Voltam már országos dobogós, 3-szor is, voltam diákolimpiai országos bajnok, de igazából aminek nagyon örülök, hogy tényleg bekerültem a válogatottba, mert ehhez az adott versenyszámban az első 2-ben mennek el lenni az országba, úgyhogy ez a legjobb most jelenleg. Ebben az úszodában 10 éve úszok. Az eredményeim igazából, amire legbüszkébb vagyok, az talán az, hogy benne vagyok a serdülő válogatottban, és kiutazhattam velük egy 3 napos versenyre Belgrádba. Ez a közép-európai országoknak a válogatottai voltak ott, és ott lettem 6. például, a magyarok közt 1. Itt erről azt kell tudni, hogy minden egyes versenyszámból 2 gyereket úszhatnak a magyarok, meg mindegyik ország, és úgy lehet kijutni, ha benne vagyunk a top 2-be. Az eredmények azok mindig jók, tehát mikor elérek valamilyen nagyobb eredményt, és elérem a céljaimat, azok mindig adnak motivációt, hogy fölkeljek reggel 5:30-kor, és beleugorjak 6-kor a vízbe, meg délután is edzek, úgyhogy ezek nagy motivációt tudnak adni. A fiatal elmesélte, kik készítették fel a versenyre, és hogy mikor kezdték az alapozást a versenyre való felkészülésre. Makatics Péter, ugye az edzőm, meg hát igazából mindegyik edző, mondhatom itt Nagy Rolandot is, vagy Fehérvári Leventét, Fehérvári Robertet. Ők voltak az edzőim, meg most is, igazából ők. Van egy fő alapozó szezon, azt elkezdjük év elején, és még nem jön egy nagy verseny, addig ezt csináljuk, és utána jönnek a gyorsító edzések, mikor így rövidebb sprinteket úszunk, utána pedig lekönnyítünk, és jön a verseny. Szabolcs a mindennapjait napi többszöri edzéssel tölti, és hatalmas motivációt ad neki a kitűzött cél elérése. Hát nagyon boldog vagyok, hogy ezt elértem, de hát menni kell előre, úgyhogy itt még nem állok meg, és az a cél, hogy bemaradjak a válogatottban, minél több versenyre kimehessek, és minél jobb időket ússzak. Amennyi időm marad edzés után, azt tanulok, és hát nem tudok panaszkodni magamra, mert egész jól megy még a tanulás is ez mellett, úgyhogy viszonylag megy. A dombóvári I.S. Gyula gimnázium tanulója elmondta, melyek azok a versenyszámok, amik leginkább erősségei az úszásban, beszélt többek között arról is, hogy nem sok ideje marad másra az úszáson kívül, valamint az étrendről. Igazából régebben én hosszú gyorsos voltam, tehát hosszú távon úsztam gyorsan, utána jött egy vegyes úszó időszakom, és akkor most tartok ott, hogy háton úszok és sprinteket legfőképp, tehát 50-100 hát, meg hát igazából ami 50, az minden jöhet, tehát úszok gyorsot is mellett is, meg pillét is, de igazából hátúszónak hallom magam. Hát ebbe úgymond szerintem bele kell tanulni, hogy ezt össze lehessen egyeztetni az élettel, mert nem sok szabadidőm van egy nap például, sőt egy héten sem, mert mikor hétvége van, akkor igaz, hogy nincs edzés, de általában verseny van. És hát ez így elég sok lemondással jár, de szerintem megéri, mert azok az eredmények, amiket szerzek, azok szerintem kárpótolnak, úgyhogy szerintem megéri. Hát én igazából alapvetően még talán egy kicsit erősödnöm kéne, úgyhogy eszek amennyit tudok, de külön étrendem nincs, annyi, hogy fehérjeport szoktam még inni. A tehetséges úszó megy tovább, és nagy erőkkel készül a következő megmérettetésre.